úgyhogy június 14-én itt vagyunk Kerekegyházán. És elértük a benzinkúthoz, és itt lesz a mai keresett első objektumunk mindjárt. Ez nem az. Itt van. Itt van, tessék. Az egykori kerekegyházi vasútállomás épülete. Ez nagyon szépen helyre van pofozva. Még a tető is. Az imént egy kis videót adnál a téren, az valahol ott lehetett a pálya vége annak idején. Az egyértelműen nem derült ki. És akkor a mai terv a Kerekegyháza, heti egyháza vasútvonal bejárása lenne. Az utcafronti része a sinek a túloldalon voltak, de oda nem tudunk most bemenni, mert egyáltalán nem lehet bemenni, mert vakán terület. Csak innen van egy cikkelni. Haladjál nyugodtan! Haladjál nyugodtan! Mai első kedves nézőnk is megvolt, benzinkút már egyszerű. És eljöttünk a főútról, itt egy kis mellékutcába. Méghozzá azért, mert itt található a nyomvonalnak az a része, ami már járható is. Ha balra nézünk, arra fele van a volt a vasútállomás. Tehát az, amit látjuk, itt el van kerítve, ezzel az új építésű házzal. És itt volt a töltés. És akkor így ment be oda. Onnan jött. Még látszanak is a kavicsok. Hát itt biztos, hogy vasúti pálya ment. Most azt hiszem, egy darabig ez járható. Aztán kicsit ott a Szántóföldek szélén kell majd menni. Remélhetőleg nem lesz vagy a dzsumbúj, és onnantán majd kijutunk majd a közútra, és ott egy jó hosszú részen a közúton fogunk haladni, mert arra tehát a vasút helyére építették rá a közutat. Gyorsan akkor lesünk itt a Wikipédiáról. Tehát ez a Hetényegyháza Kerekegyháza vasútvonal, ez egy extra rövid, mindössze 8,3 km hosszú kis szárnyvonal volt. Hetényegyháza az a Budapest, Nyugati, Lajos, Bizse, Kecskemét 142-es vasúti vonalból ágazik. Vagy vasúti vonal, és az Hetényegyházáról ágazott ki ez a 143-as volt annak idején. De Kerekegyháza volt a végállomás, Hetényegyháza meg hát úgymond a kezdőállomás, és volt benne közte három megállóhely is. Ennek kettőnek még elvileg létezik most is az épülete. Egy biztos, mert azt láttam a buszból, mikor jöttünk. A másik meg igencsak egy lakóház, úgyhogy az is elvileg létezik. A harmadiknak meg szerintem nem is volt. Egy kicsit olyan problémásabb hely. És akkor mit kell még erről a vonalról tudni? Hát mondjuk az úgy érdekes lenne, jó lenne tudni, hogy most akkor hát így a végállomása volt ennek a vonalnak, vagy bementek a szerelvények Kecskemétig. Az utóbbi azért logikusabb lenne, mint ezt az átszállós témát hozni, de hát így a Szilvásvárad vagy Abaúszántóból kiindulva már itt nem lenne az sem meglepetés, hogyha csak ezen a kevesebb mint 10 kilométeren közlekedtek volna annak idején a szerelvények. Február 6-án adták át a forgalomnak. És ugye 68 mondta ki erre is a végszót. És 74 szilveszterén lett ennek is, vonalnak is vége.
Az ilyen elég hülye helyzet egyébként, hogy vasút vonalbejáróra jövök, vagy jöttem, és busszal jöttem, és nagyon úgy néz ki, hogy busszal is fogok visszamenni. Még jó, hogy azért Hetényegyházáról Kisbérig el lehet vonattal is jutni. Csak hát igen, problémás a dolog. Bár most kifele jövet, elég régen dolgoztam rajta, hogy lehet, hogy mégis inkább vonatkozik innen visszafele esnek. Mert ott Kecskemét szélén olyan szépen be van dugulva az út, hogy egy útépítés miatt, hogy nem tudom, hogy a buszos csatlakozás, vagy meg mint lesz megoldva. Igen, csak rövidíteni kell majd a mai napi renden. Annál is inkább, mivel mindjárt 11 óra, aztán úgy tervezem, hogy az eredeti tervek szerint délbe miért kezdtem volna vissza. Na. Hetényegyházára. Igaz, a déli indulással már a 4:30-ra otthon is lettnék. Másik meg aztán a lányi form, ez itt a az egy hete tartott a kunykóra, ez még mindig nem akar elmúlni, úgyhogy emiatt még a szokásosnál is egy kicsit szerencsétlenebb lesz most a szövegelésem. Na szóval, hogy a Marvin Form az aztán semmi jót nem mondott az elmúlt időszakban. Hát ugye száraz sem, most is száraz sem, meg elfelejtőleg elég száraz az idő. Mi azért ezt annyira nem tapasztaltuk meg arra a Dunántúli régióba, meg mondjuk máshol sem. Olyannyira nem, hogy ott a Dömösi átkelésnél megint leszakadt a félhegy, aztán két hónapig megint ki van zárva a 70-es vonal a forgalomból, de máshol is írtak ilyen vezetékszakadásokat, meg fakidőléseket. Aztán majd jön megint egy hónap a száj. Nagyszerű. Értem én, hogy esőes, holnap léliges, de szerintem akik ezt mondják, nem éppen így ebbe a formába gondolták. Múlt hét csütörtökre, vagy hogy terveztem? Na, itt a közút közel vagyunk, akkor mégiscsak itt tudunk így menni a... Végig tudunk menni a nyomvonalnak ezen a részén, és nem kell itt a közúton kerülni. Tehát olyan múlt hét csütörtök környékére terveztem ezt a túrát, de akkor volt ilyen esős idő arra felénk legalábbis. Már ahogy láttam a Tiszántúlon, meg aztán megint nem volt. Úgyhogy inkább hagytam meg, hát ugye a péntek korai reggeli 4 órás kerés az kicsit behatárolja a lehetőségeket. Hát most nem, mert holnap ugye éjszakás leszek aztán. Én most aztán egész holnap délelőtt ott lesz előttem. Mondjuk ennek, mi köze van ennek a vonalbejáróhoz? Nagyon röviden el lehet mondani, semmi. Na, amúgy terveztem talán vagy 2 éve ezt a helyet, vagy ezt a vonalat, hogy megnézem, aztán úgy mindig csak tolódott. Meg azért tegyük hozzá, hogy azért Kerekegyháza azért nem olyan, mint mondjuk Tokod, Annavölgy, vagy Balinka, vagy még volt a másik, Pusztavám. És hát ez a mai napi utam, az ugye elvileg úgy számoltam, hogy 8000 forintomba kerül. De most ugyanez autóval Kecskeméti leállással tettem volna, mert akkor már kapásban egy olyan, hogy 15000-be lennék. Azt még akkor hagyjuk, hogy ilyen kérdő, hogy az 350 forintos buszjegy Kecskeméti buszállomástól Kerekegyházáig, ha nem az nyomná meg a költséget. Hanem az a 400 kilométeres oda-vissza út. Kecskemét és Kisbér között.
Hát egy fél tank benzin körülbelül. Na, hogy szépen fenn vagyok a töltésen, ahogy látjátok. Egy kis szúrós valamik vannak itt, a fene megeszi. És ott a közút. Én valahogy ki fogok menni oda, én már nem mászok át itt a kukoricáson, annál is inkább le van kerítve. Ott legalábbis. Hát végül mégiscsak le kellett, hogy jöjjek a töltésről, de hát már itt van az út mellette, úgyhogy mindjárt össze is érnek. Remélem látható nyoma is lesz, hogy hova. Jó, nincsenek farkas fogak, mint ott a majónál volt. Igen, itt. Valahol itt. Aha. És akkor így. Lassan elérjük Kerekegyház alsó megállóhely épületét, más néven a Mócátele megállóhelyet. Hát itt a közúton elég szép kis forgalom van, úgyhogy ilyenkor azért nem kezd az ember hülyeségeket beszélni, és akkor arra gondol, hogy visszaépítenék a vasútvonalat, itt micsoda forgalom lenne, hát persze. Csak azért vegyük figyelme, hogy nem Kerekegyig mennek a járművek, hanem valószínűleg tovább is. Azt hiszem, a vasút nem tudta volna annak idején megoldani, meg most se tudna, hogyha addig lenne meg. Elég jó kis hosszú egyenes útszakad, sőt, szinte végig egyenesen megy itt az út, majd Hetényegyházáig. Annyi, hogy vagy egy részen a aszfaltozott út lemegy jobbra, de egyenesen lesz majd tovább fölött, úgyhogy nem kell itten tökön passzion átgázolni nagy valószínűséggel. Egyébként meg nem tudom, hogy mondtam el vagy se valamelyik korábbi anyagban, hogy ezeket a megszüntetett helyeket, hogy kis segítség a beazonosításhoz, mindjárt nem tudok beszélni megint, a buszmegállók azért jó támpontot adnak, mert általában oda szoktak kerülni, ahol az egykori megállók voltak. Mint például most is itt van. Hát ha már ugye felszedték a sínt, akkor csak aki mégis eddig járt. Annak legyen, na, legyen hol leszállni. Igen, amúgy jól látjátok, az út jobb szélén megyek, szabálytalanul lakó területen kívül a bal oldalon kellene menni. Most ennek egyszerűen oka, mérjük megyek, mert itt árnyékban vagyok, de amúgy egy az út nagy részét egyébként a másik oldalon tettem meg. Tehát mentem az út másik felén, és keménykő a szívem helyén. Na most itt, ahogy jöttünk a busszal, itt láttam egy indiai babát szambázni az épület környékén, úgyhogy hát, hogy lesznek gondok. De nem tervezem, hogy még egyszer visszajövök, még ki nem halnak innen, úgyhogy lesz, ami lesz.
Hát azok jól eltűntek. És közben adásunkat meg kellett szakítani, hogy az itt lévő aljnövényzet olyan szinten összeszurkált, meg úgy belemászott a ruházatba, hogy azt ki kellett szönni. El is ment vele rendesen az idő. No, visszatértünk tehát ide a kerekegyház alsó megállóhely, meg itt lehetett a peronja, és maga a kerekegyházi végállomás az arra fele található, arra pedig a szarkás megállóhely van, túl messze, és itt a épület még megvan, de már itt elég jó be van nőve. Nem is tudom, Dani azt talán egy másfél éve járt itt, 2020 decemberében, nekem úgy rémlik. Jó, hát december volt, nem június. De azóta még jobban elvadult a környék szerintem. Kicsit attól tartottam, hogy hajléktalanok lesznek itt az épületben, de nem. Viszont elég nagy kupi van, hát azt láthattátok. Az mondjuk így szokott lenni minden ilyen elhagyott épületnél. Nem csak vasúti, hanem bármilyen más épületnél. Viszont vannak itt erre más létesítmények is, úgyhogy... Nem tudom, ez valamit anyahelység volt itt régebben. Mert ha arra befele még lennének épületek. Itt ezen az úton. Ott bent. Meg itt is van valami egyébként. Tetszik le. No, kérem szépen, megérkeztünk arról. Kerekegyház alsó felől. És itt vagyunk az egykori szarkás megálló helyen. Arra visz az út tovább. Hetényegyháza alsó megálló hely felé. Na most ez egy kicsit olyan kakukmarci ez a szarkás megállóhely, ugyanis erről semmi kép nincs, viszont a Dávid által hát én tőle láttam ezeket a 41-es katonai térképeket, amiken nagyon sok vasútvonal be van jelölve, és sok egykori állomás megállóhelynek a pontos helyét meg lehet határozni, hogy ezúton is köszönhet neki, még akkor is, ha nem mindig mindenbe értettem vele egyet, de ez óriási segítség. Akkor azt gondoltam, hogy a Szent Tízes fotogató valami régebbi térképet rakott fel, hogy hát szerinte itt volt az őrház, és akkor elkezdtem nézni ezt a térképet, aztán kiderült, hogy hát a otthoni vasútvonalunkon is egy csomó helyen fel van. Egy csomó helyen. Ott ha talán arra járok egy őrházas keresőbe, ott belevágok, és az ugyanide, hogy tehát itt jelölte, tehát itt az út, vagy itt volt a pálya, itt a keresztező út az egyik, és arra is tovább megy, és itt jelölte, így, kivételesen a kisebb szögben, itt, a pályától délre, és előttem van dél, hátam mögött észak. És a keresztező is tömeg emelre, úgyhogy itt ez volt. Nem is tudom, melyik volt a legrégebbi, hát talán lehet az egyetlen ezen a környéken, a fentről.hu-ról való találat. 60 balahányos. De már akkor sem volt itt semmi. Lehet, hogy nem is volt neki egyáltalán épülete. De lehet, hogy ez csak egy távlás megálló volt mindig. És én azt hiszem, a Dani is megkavarodott itt. Talán azt az épületet tippelte, de hát ez messze van, hát tényleg. Én még egy másik épületet is találtak környéken, azt hiszem, hogy mondjuk így felirat hozta is a videóba, hogy hát nem ez volt, mert ez később épület, stb. Úgyhogy itt ez. Hát van ez így. Én. Még azon sem lennék meglepve, kiderülni, hogy hát egykoron egy vasúti kocsi, kiszuperált vasúti kocsi volt ide téve megálló épületnek, mint ahogy volt, az mit tudom, még nyílváton falva, alsó. Meg azt a Nikrába hídnél is ez volt a megint emlékező eldönöltes itt van elő. Vannak ilyenek, igen.
No, beértünk Hetényegyházára. És csak azért is állok meg, hogy itt látjátok az úton, hogy kanyarodik jobbra. Arról a pont, ahol a közút elválik a vasúttól, tehát a vasút az itt ment tovább ezen a földúron egyenesen. Mi is itt fogunk menni, már remélhetőleg nem lesz ennyi autó, mint most. Azon a részen még kérdéses volt, hogy most a töltésen vagy a töltés mellett, de inkább mellette mentünk a földúton. Ez viszont már szinte biztos, hogy az volt. A vicsos is meg azért így nagy cipő magasabban van, mint ez a kutya ügető itt mellettünk. És akkor elérkeztünk az utolsó ponthoz, Szarkás megállóhely. Arra fele található, arra pedig van a végállomás. Hetényegyháza egy erős jobbos után, és a Hetényegyháza alsó megállóhely pedig itt található. Hát elég jól bekerítették, mert lehet, hogy túl sokan nézték itt az épületet. Szerintem megpróbálták elejét venni. Hát jó. No, kérem szépen, hát akkor végül is elértünk ide Hetényegyházán. A kiágazás valahol itt lesz, mindjárt meg is keresem. Mert egy darabig még meg talán megvannak a vágányok, mintha a térkép mutatta volna. És már itt viszont itt van is egy fénysorompós átjáró. Hát ez már itt a 142-es vonal. Na, remélem, hogy itt több szerencsém lesz, mint tavaly Bakta Lórendházán, és nem lesznek olyan bunkók a vasutasok, mint ott voltak. Még egyszer mondom, bunkók. És inkább nem ragoznám tovább. Az a vonalbejáró pedig hozott magával egy olyat, hogy is még van máshol is ilyen? Igen, van. Kis vasút is itt van Kecskeméten, hát odébb. Csak hát ugye egy gond van vele. Hogy az viszont nagyon hosszú. 80 kilométer talán. Viszont a fülöpszállási... Hoppá! Fülöpszállási vonal viszont érdekelne. És tessék nézni, ott valamit csinálnak. Pályafelújítás lenne. Érzem megint, hogy megyek be az állomás területére, a francba. Nem, de valamit próbálok alkotni. Közben meg hát, ha majd feltűnik még a kihúzó vágánya ennek a kerekegyházi vonalnak. Tehát a fülöpszállási vonalat azt úgy két lépésben lehet érdemes lenne megpróbálni. Egy nap nem hiszem, hogy le fog menni. Még úgy sem, hogy korán reggel elkezdem, de hát akkor is a szállásra hogy el kéne menni. Róda sem este 9-kor kéne beesni. Szerintem ez egy kétnapos rendezvény lesz, aztán másnap meg tudnak indulni. Hát végül is aztán én húzta meg ezt a kutyás témát, hogy a Lani sem megfelelődött, mert lehet a Bencének is volt olyan videója, hogy így ment, mert aztán volt egy zavaró tényező. Na,
miatt jöttem, hát szerintem ha volt is, illetve hát, na, hiányozásra szerintem valahol itt lehetett és így ment oda. Tehát itt már nincsenek sinek, ha csak ott a fák alatt nem, de hát oda nem tudok bemenni most. Hát elég nagy a nyüzsgés itt a heti egyházi állomáson, úgyhogy inkább meg nem se próbáltam még fényképeket se készíteni. Hát majd egyszer, hogyha 142-es vonalnak nekiesek, akkor esetleg megpróbálok itt valamit alkotni, hanem akkor meg egy távoli snitt is kész. Hol valami szolgálat ügy is rákérdezett, hogy tud-e segíteni, hát nem, köszi. Már nem is állok neki vitatkozni, meg semmi, lehet, hogy nem szólt volna érte, de inkább nem. Mert főleg így, hogy most valami alkotnak ott az egyik vágányon, aztán itt még olyankor van, hogy a alkalmazottak is izéljenek, buziskodnak, hogy hát őket videózom. De ahogy is, ha nem érdekel engem. Úgyhogy ennyi volt ez a vonalbejáró. Hát itt ki van szedve egy vágány, de nem, hát látszott is a nyoma, de hát hogy most tudom, hogy az, hogy meg mit van, hát ki tudja. Én szerintem már nincs meg a heti, a kereki vonalnak a rágazása se. Na, úgyhogy ennyi volt már a felvétel. Még itt egy hetint egy kicsit megnézem, egy pár dolgot, aztán szerintem annyi volt nekem is a túrázás. Bár nem kizárt, hogy még egy kis apróság majd a végére összejön a nap végére, de ez majd kiderül. Még is szervusztok. És ráadásul kis szemenyek.
Expenses to be 18 minutes late. Wir informieren unsere Fahrgäste, dass der E-Jet Express Zug aus München nach Budapest relativ voraussichtlich 80 Minuten Verspätung hat. Értesítjük utasainkat és a vonatravárakozókat, hogy a Budapest déli pályaudvar a 1-es halomig közlekedő G10-es gyorsított személyvonat a második várájáról azonnal indul. Kérjük, fejezzék be a megszállást. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonat ajtajai automatikusan zárulnak. Kérjük, vigyázzanak a fel- és leszállásnál. A vágány ellen kérjük, vigyázzanak. A 1-es halomig közlekedő G10-es gyorsított személyvonat a második várájáról minden majd csak működtetik, minden majd csak az áramot.